megkezdődött a wellness központ építése Adán, és a tervek szerint akár már jövő tavaszra el is készülhet. Ezzel kapcsolatban a vendégem a polgármester Bilicki Zoltán. Jó napot kívánok, jó estét, köszöntöm itt nálunk. Tartható ez a tempó? Hát úgy gondolom, hogy a megkötött szerződés alapján a kivitelező cég is ösztönözve van arra, hogy a tiszteletbe tartsa a leszerződött határidőt, mivel a Adaközség Önkormányzata bankgaranciával biztosította magát, ami a határidőt illeti, 200 000 euró értékben, és akár az egy napos késése a kivitelezőnek az ő kárára fog menni. Tehát nem éri meg húzni az időt? Nem. Honnan lesz erre pénz? Tehát maga a wellness épületnek a kivitelezése, felépítése 438 millió dinár plusz áfa. Ezt a pénzt Adaközség önkormányzata egyrészt kölcsönből, másrészt pedig önerőből pénzeli, és a teljes összeg átkerül az üdültetési közvállalatunkhoz, mégpedig feltőkésítés címén. Ugyanis ennél a beruházásnál az üdültetési közvállalata beruházó. Milyen tartalmak lesznek ott? Most már beszélünk, ugye a pénz az egy dolog, de hát az embereket nyilván az érdekli, hogy hány medence lesz, milyen tartalmak várják majd az odalátogatókat. Tehát három medence lesz található ebben a fedett objektumban. Egy gyermekmedence, egy relax medence és egy élménymedence. Ezen kívül lesz két étkezde, kávézó, egy a földszinten, egy az emeleten, illetve egy a teraszi részen, amely rálátást fog biztosítani a már üzembe lévő kinti medenceinkre. Ez mellett tehát gyermek sarok lesz, illetve tehát szauna, masszázs és még jó pár élményelem. És akkor ezek szerint télen-nyáron működik majd a medence, mert a nyári medence az nyilván ilyenkor zárva van, de nem kell menni tovább Magyarországra akár fürdeni, hanem akár Adán is lehet pancsolni télen. Így van, tehát a mi célunk az is volt, hogy azt a szolgáltatást, ugye, amit a nyári hónapban, az előző években már tudtunk nyújtani, és amely véget Adára szoktak a fürödni vágyók, kibővítsük az egész évre, és így most már tehát a környékünkről, illetve ugye maguk a községbeli lakosok is egész évben fürdeni van kedvük, ezt meg fogják tudni tenni. Mennyire jelentenek majd konkurenciát mondjuk a, mert az előbb említettük a magyarországi fürdőhelyeket, azokkal összehasonlítva mit tud adni majd ez a wellness központ? Hát úgy gondolom, hogy egy egészséges konkurenciáról van szó. Úgy gondolom, hogy mi ezzel a wellness épületünkkel az itt élő, úgymond középréteget céloztuk meg. Igazából a véleményünk és az előzetes felmérések alapján tehát szükség egy ilyen jellegű wellness épülete van, tehát ez a környékünkön még nem létezik. Mindannyian szemtanúi lehetünk annak, hogy a magyar-szerb határon milyen sorok szoktak kialakulni, tehát kisgyermekkel, vagy akár felnőttek számára is, tehát igen megterhelő lehet az a várakozás, amely most már szinte nem hullámszerű, hanem úgy gondolom, hogy állandóan jelen van egész év alatt, és úgy gondolom, hogy ez is egy ösztönző lehet a vajdaságban élőknek, hogy ha esetleg egy szombat délután eldöntik, vagy délután a családdal elutazzanak valahova, együtt töltsék egy fürdőben az időt, akkor ne a határ felé induljanak meg, hanem esetleg mi községünk felé. Mennyire lesz megfizethető? Említett, hogy a középrétegnek szánják. Mit jelent ez? Hát, tehát konkrét árakat ebben pillanatban nem tudok mondani. De hát nyilván, mert az építkezés van, de hát azért, igen. Ha már a középréteg, akkor nem egy egyszerű medencebelépővel lehet majd oda bemenni.
Tehát úgy fogjuk az árakat kialakítani, hogy elérhető legyen mindenki számára. Természetesen tisztában vagyunk avval is, hogy nem mindenki ugyanolyan anyagi lehetőségekkel rendelkezik. Lehet, hogy valaki sűrűbben, valaki kevésbé sűrűn tudja megengedni magának úgymond ezt a luxust. De ami a célja beruházásnak, az elsősorban az, hogy a községben élőknek úgymond emeljük az életszínvonalát olyan értelemben, hogy tehát a községnek legyen egy ilyen jellegű épülete is, és ezzel kihassunk arra, hogy a fiataljaink vagy a középkorúak ne választják maguknak a külföldöt az élethez, hanem esetleg ezzel is ösztönözni tudjuk őket, hogy maradjanak úgymond a szülővárosukban. Tehát biztos vagyok benne, hogy a minőségesebb életet tudunk ezzel a beruházással biztosítani, illetve a másik célunk az, hogy mint a közvallat, mint az önkormányzat számára ezzel a beruházással hasznot termeljünk. Tehát itt nem egy megalomán projektumról van szó, egy időben körülbelül 250 vendég fér be ebbe az épületbe, és azzal, hogy az épület energiafüggetlen lesz, biztosak vagyunk abban, hogy meg van teremtve az alap ahhoz, hogy nyereséget, profitot termeljen a beruházás. Ezt korábban olvastam, hogy fel is írtam magamnak, hogy energetikailag független lesz az épület. Igen. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mint az épület fűtése, mint magának a víznek, a termál víznek és az úgymond az egyszerű víznek is a fűtése, amely a medencében lesz található, tehát a termál kútból nyert hőenergiával fog történni, illetve ez mellett a termál kútban, a termál vízünkben nagyon nagy mennyiségű gáz van. A termál kútunk úgy lesz felszerelve, hogy a termál vízből ez a gáz ki lesz vonva, a gáz meg fog hajtani egy motort, amely villanyáramot termel. Éves szinten az előzetes számítások alapján körülbelül 30-40 millió dinár értékű villanyáramot fogunk termelni, tehát ez az energiamennyiség nem csak a wellness működéséhez, hanem még úgymond profittermeléshez is teljesen elegendő. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és reméljük, hogy akkor jövő tavaszra már akár Adára is mehetünk fürdeni. Köszönöm a lehetőséget!